2013-as évben három olyan könnyítést is beépítettünk a rendeletben. A júliusi hatállyal bevezetett telekadóhoz több lakossági visszajelzés érkezett, ezeket építették most be a rendeletbe. A változtatások adócsökkentést jelentenek, kevesebb telek kisebb mértékben esik a módosításoknak köszönhetően a telekadó hatája alá. A magánszemélyek jelentős része teljesen kikerül a telekadó fizetés alól, egyúttal pedig számos méltányossági kérelmet bírálnak el. A repülőtér viszont mivel a beruházás nem valósult meg a határidőig, a telekadó szabályai szerint fog adózni. Úgy gondoltuk, hogy mint a határidőre a repülőtér beruházás nem valósult meg, ezért az arra vonatkozó telekadó mérték is a más hasonló jellegű területek telekadó mértékéhez fog igazodni, és ahhoz képest kedvezményt a jövőben, amíg legalábbis nem repülőtér, addig nem fog kapni. Közszolgáltatási díjakról is döntött a közgyűlés, a víz- és csatorna díjak 4,2%-kal, a temetkezési szolgáltatások díja 4,7%-kal, a parkolás 4,8%-kal, a hulladékszállítás díja pedig 8,1%-kal emelkedik. Nem változik viszont a távhő és a kéményseprési szolgáltatások díja. A legfontosabb és az egyik legnagyobb a családokra jelentő teher a közműek vonatkozásában, a távfűtés az egyáltalán nem emelkedik 2013-ban, és ami emelkedik, az is infláció mértékét elérő, vagy azt nem, még el sem érő mértékben, tehát 4,2%-kal fog egyéb díjak vonatkozásában emelkedni. Egy kivétel van a hulladékra vonatkozó rendelkezések, itt az ipari infláció került elfogadásra, ez 8,1%, de azzal, hogy számos ingyenes szolgáltatása a depóniának számban növekedni fog. Az adventi időszakhoz kapcsolódóan sok éves hagyomány, hogy adománygyűjtésre kerül sor. A szervezetek által gyűjtött összeget idén a Kríziskezelő Központ kapja a közgyűlési döntés értelmében. A testület elfogadta Székesfehérvár 2012-2017 közötti időszakra vonatkozó középtávú környezetvédelmi programját is, valamint módosították a Szent István Király Múzeum és a Vörös Vörösmarty Mihály megyei könyvtár alapító okiratát, ugyanis a két intézmény januártól vár Rosi fenntartásba kerül.